40 éve fogalmazták meg az igényt, most pedig valósággá vált. Ezzel az alapkőletétellel megkezdődött a Nagykörút délnyugati szakaszának négysávosítása. Ez a szakasz forgalmi szempontból régóta túlterhelt, mivel a vasútállomásnál lévő 2x2 sáv itt 2x1 sávra szűkül. A város vezetés a kormány támogatásával mintegy 5,6 milliárd forintot fordít a beruházásra. Ezen az 1,2 kilométeres szakaszon a jelenlegi kezdős végszervénye található jelzőlámpás csomóponton kívül újabb 5 helyszínen kerül jelzőlámpa telepítésre. Közösségi közlekedés vonatkozásában 4 buszöböl pár, amely érintett a beruházással, valamint az Érpatak főfolyás feletti meglévő híd elbontásra kerül, és ott a 2x2 sávos főpályát is átvezető gyalogkerékpáros utat is átvezető, valamint még a lakossági utca becsatlakozását is átvezető egy igen széles, 60 méter széles új híd fog létesülni. A teljes szakaszon megújulnak a közművek, valamint a gyalogosok és a kerékpárosok is külön útszakaszokat kapnak. Szabó Tünde országgyűlési képviselő a beruházás pozitív hatásaira hívta fel a figyelmet. Nagyon fontos, hogy a mai nappal elindul ez az óriási nagy beruházás, a nyíregyházi a kényelmét fogja szolgálni elsődlegesen, és természetesen óriási gazdasági élénkítő hatással is fog bírni. A megyeszékhely polgármestere elmondta, régi adósságokat törlesztik a városrész lakói felé. Valóban történelmi ez az esemény, mert 40 éve várnak erre a nyíregyháziak, sokszor kaptak ígéreteket, ténylegesen nem indult meg semmi, most viszont már gyakorlatilag megkezdődik a munka, és ez a város közlekedésében nagyon-nagyon pozitív változásokat fog jelenteni. Az útszakasz négysávosításával Nyíregyháza közlekedésének körgyűrűje teljessé válik, ami a sugárutakról beérkező forgalom elvezetését is segíteni fogja. Így teljes lesz a nagykörút rendszer, de a városba alsóbrendű utakon vagy főutakon beérkező környékbeli polgárok, akik itt laknak, vagy a Bokortanyákon, az még közigazgatásilag Nyíregyházához tartozik, vagy Kálmánházán, Nyírteleken, Nagycserkeszen, arra panaszkodtak, hogy a körútra nem tudnak fölhajtani, és itt éppen a két választókerület határán, az Almatároló környékén és a vasútállomás között bezárjuk ezt a, vagyis hát a program, a projekt bezárja ezt a nagykörútat, 1,2 km hosszan. Ez pedig nagyban megkönnyíti majd mind a városból Debrecen felé indulók, mind pedig a Debrecenből a város délnyugati részébe érkezők közlekedését.